ezer sebből vérzett a csapatom, ugye mert itt a Geigerre, illetve a Szalámira nem számolhattam egy sárgalap miatt. 11 ember tudtam összeszedni a felnőtt csapatból. Az volt még egy jó, nagyon jó dolog, hogy az IFI-nek nem volt mérkőzése, így hármit is, tehát el tudtam vinni a kispadra. Kiegyenlített játék volt ugye az első félidőben, de igazából nekünk volt két nagy lehetőségünk, amit kihagytunk, de éreztem a csapaton, hogy nagy akarással játszik. És ami nagyon meglepő volt, hogy akkor történt a fordítás, mikor a három ifista srácot bevittem, és a Petrovics Kevin két nagyszerű góljával ugye sikerült megnyernünk ezt az igen fontos mérkőzést. Azt hozzá kell tenni, a Tisza Kécsinek ez volt az első veresége hazai pályán, tehát nem volt olyan csapat, aki legyőzte. De nagy volt az öröm, nagy volt a boldogság, mert ugye nem csak hogy három pontot szereztünk, hanem azért két helyet előre is ugrottunk a tabellán. Kis részsiker, de akkor is siker. Utolsó 4-5 mérkőzésen nem kapott ki a csapat. Kár, hogy vége van most a bajnokságnak, meg úgy érzem, hogy most kezdett ugye pörögni a csapat. Viszont egyben jó is, hogy vége van a bajnokságnak, mert nagyon kevesen, tehát mindig patent a 11-12 ember utaztunk, hogyha az éppen mérkőztünk meg a csapatokkal. Ugye ebben a bajnokságban úgy érzem, hogy benne lehet még minden, fel tudunk mi még kapaszkodni akár följebb is a bajnokságba, de én úgy érzem, hogy ahhoz majd igazolni is el, de még nem is szaladjunk annyira előre, tehát meglepően jól, illetve eredményesen futballoztunk a hétvégén. Megvannak itt a tervek, ugye nagyon nehéz télen igazolni, mert ez nyáron van, akkor teljesen más. Télen ugye az egyesületek hozzájárulása is kell, ugye, hogy elhozzunk játékosokat, vagy ki kell fizetni azt a bizonyos díját, ami egy játékosért jár. Ugye az elnök úrral egyeztetve 4-5 embert szeretnénk igazolni. A 4-5 embert ugye így tudnánk igazolni, akkor azért más lenne a csapat. Az Amin Ádám, ugye remélem, hogy már fölépül és padra készen lesz januárba, és akkor még úgy itt még szeretnénk egy azon kívül egy 3-4 embert még kiskörösre hozni. Lehet, hogy abból lesznek régiek is. Ugye mi azért nagyon nem publikusak a nevek, de úgyis meg fogjátok tudni ti is, meg ugye a szurkolók is, de lehet számítani, hogy egy 4-5 embert szeretnénk igazolni, és akkor lehet, hogy megint olyan fénybe tűntök olyan a kiskörös csapat, mint ugye a tavalyi szezonban volt. Az IFI-nek szánsz-e több szerepet? Most így, hogy bizonyítottak ezen az utolsó meccsen? Ugye most nagyon nagy szükség volt, az IFI-re nagyon kevesen voltak, de figyelemmel kísérem őket, tehát ezek a játékosok, ezek már ott edzenek végig nálam a felnőttbe. Nagyon jó benyomást tesznek ránk, és hogy beszálltak most a mérkőzésen, az le a kalappal. Tulajdonképpen mind a három gyereknek volt lehetősége, csak hát ugye az a bizonyos lámpaláz, ami a fiataloknál ilyenkor előjön, az a légszom, ugye az ezeket a fiatalokat elérte. Ugye csak van a Tóth Ákosnak például az első 4-1-es mérkőzése volt, a Gémesi meg a Györgyének már ugye volt, de ők is mind 17 éves gyerekek, tehát őtőlük azért nem lehet elválni, de érzésem szerint ő keményen közrejátszott az is, hogy megnyerték ezt a mérkőzést, hogy a három fiatal úgy állt hozzá az egészet, és úgy ment ez alatt a 20-25 perc alatt, mint hogy elváratott a fiatal játékosoktól, tehát minden tiszteletem az övé, külön meg fogom dicsérni, és gratulálni is fogok nekik, ugye, mert még van egy találkánk csütörtök, ugye, és akkor még értékeljük a mérkőzést, elbúcsúztatjuk ezt a gyengébb, sikerült szezont, és remélem, hogy ez jó rá csak jobb jön.